világon első kezdte és elindította a harmadik szolgálatot, hogy kezdődjön. Akkor még egyedülálló szolgálatiák elindításán a korszövetelményeket nem szükségesé. Az első kísérleti rohamkocsi konvenszőigazgató találó megfogalmazásával a helyszínűleti szolgálat, ambulancia, kutatóműhely, és egyben kiképző, továbbképző iskola. A rohamkocsi szolgálatot teljesítő öttagú orvoscsoport egyike, dr. Feltali Tamás volt, aki tudásával, gyakorlati hozzáállásával, szervező képességével nem csak a magyarországi, hanem a nemzetközi mentőorvostan egyik meghatározó alakja lett. Tudományos és rendőrszervezési tapasztalatainak köszönhetően kialakult Magyarországon a rohamkocsi szolgálat.